1997-ben fogadták el azt a törvényt, mely a gyermekjóléti szolgálatok működését szabályozta. Tornán 1998-ban két fővel indult meg a működés. Nyulana Mária, a központ szakmai vezetője, azóta teljesíti szolgálatot. Azt mondja, sok tekintetben változott a működés, a családok életkörülményeibe azóta változások álltak be, és ez számukra is kihívásokat hozott. Hát azóta azért ez így kinőtte magát, és jelenleg úgy funkcionálunk, hogy a család és gyermekjóléti központ, és ezen belül egy család és gyermekjóléti szolgálat működik itt. A feladatok azok jelenleg úgy különülnek el, hogy a család és gyermekjóléti szolgálatnál dolgoznak úgymond a családsegítős kollégák. Ők azok, akik elsősorban közvetlen kapcsolatban vannak az ügyfeleinkkel, ők azok, akik ügyfélfogadást tartanak társult településeinken, ugye hozzánk Bogyiszló, Fat, Fácán, Kert is csatlakozott. Családsegítőink lett eléggé leterheltek, tehát azért a 25-ös esetszámuk azok megvannak. Tehát az évek alatt is azért változtak a problémák típusai is. Tehát még kezdetben voltak tehát a szülői elhanyagolás az mondjuk jelen van a mai napig is, azonban most már nem mondhatjuk azt, hogy kifejezetten csak úgymond a legszegényebb rétegek tartoznak az ügyfeleink köré, mert megjelent már egy olyan hát réteg is úgymond, ahol például tehát képzett, akár felsőfokú végzettséggel rendelkező szülőknél is vannak olyan családi problémák, ahol igenis segítenünk kell, és ahol jelen kell lennünk. Miközben a riport készült, Anna Mária azt meséli, nem sokára a szomszédos településre kell mennie, mert egy gyermekbántalmazási ügyet kell megvizsgálni. És közben a levelek között megérkezett a következő hasonló bejelentés is. A problémák napi szinten megjelennek, mondja. Ilyenek például a kapcsolattartási problémák, elsősorban a válás, a gyermek elhelyezés, bántalmazás is sajnos. Tehát azért itt nagyon sok esetben nyilván ez az, ami ugye rejtve marad. Hál' Istennek most már a jelzések, különösen a bántalmazásra, elhanyagolásra vonatkozó jelzéseket ugye zártan kezeljük automatikusan is. Itt talán így kicsit mondhatjuk, hogy meg is emelkedett ezzel kapcsolatban. Bátrabbak az emberek. A tavalyi folyamán is volt olyan lakossági bejelentés, aminél hát én családon belüli szexuális bántalmazásra derült fény, és ezeket a gyerekeket biztonságba tudtuk helyezni. Ez is egy ilyen lakossági bejelentésnek volt köszönhető. A koronavírus járvány plusz feladatokat rót a szolgálatban dolgozók számára. Ugye mi szoros kapcsolatban álltunk a polgármesteri hivatallal. A hivatal azonnali lépéseket tett a 70 év felettiek étkeztetése, bevásárlás, gyógyszerkiváltása terén. Fogadtuk a jelentkezéseket, delegáltuk az embereket. Aztán ugye az oktatási intézmények bezárásával problémaként merült fel a gyermekétkeztetés megoldatlansága. Ebben közvetítettünk, ebben segítettünk az embereknek, akik napi szintű anyagi megélhetési gondokkal küzdöttek, de próbálták magukat fenntartani alkalmi munkával. Nyilván azok a források is megszűntek számukra. Itt tehát azonnali megoldást tehát kellett nyújtanunk, és a legalapvetőbb dolgokban, ami alatt az élelmiszert értem. Tehát itt voltak emberek, akiknek egyszerűen nem volt mit enni. Amikor kimentünk családlátogatásra, mert igenis szükség volt arra, hogy bizonyos családokra ránézzünk, meggyőződjünk arról, hogy minden rendben van-e. Most tapasztaltuk igazán azt, hogy mennyire szüksége van az embereknek a jelenlétre, mennyire szükség van arra, hogy a társult településeken is milyen jó, hogy ott van a családsegítő szakember, tehát szinte lépni nem tudtunk, mert jöttek és mondták a problémákat, vagy csak kérdeztek. Azt tanultunk, vagy azt tapasztaltuk, hogy megerősítést kaptunk, hogy szükség van ránk. Tehát ez nagyon-nagyon furcsa érzés, de az, hogy az emberek utánunk jöttek, azt, hogy örömmel fogadtak, amikor megláttak ismét bizonyos település utcáin,
ez imán pozitív visszajelzés. Tehát az embereknek van egy bizonyos körül igenis szüksége van arra, hogy fogja valaki a kezüket. De azt is tapasztaltuk, hogy most például ezzel a jelenlegi programunkkal, ami az állásokat elvesztőknek nyújt támogatást, itt annak örülünk, hogy olyan családok is mernek jelentkezni és segítséget kérni, akik szerényen próbálják a maguk életét rendezni, és nagy öröm számunkra, hogy nekik is tudunk segíteni. Jelentős összefogás tapasztalható a segítő is a civil szektorban, ami nagy öröm, mondja Anna Mária. Ezzel sikerül egy olyan hálózatot kiépíteni, ami biztosíték arra, hogy minden rászoruló, segítségre váró családot elérjünk, és oldjuk a problémákat.